Öt évtized telt el azóta, hogy a vidéki, akkor a néptáncmozgalom középmezőjébe tartozó együttesek szakmai fejlődését segítendő, elindult a Szekszárdi Néptáncfesztivál története. Az alapító Szabadi Mihály az egyetlen, aki még aktív az akkori szakmai életből. A Szekszárdi Fesztivál igazi áttörését a Babits Művház megépülése jelentette. Ez jelentett olyan otthont, meg olyan körülményeket, hogy igazán lehetett igényes munkát végezni, akár a szervezést, akár pedig hát a színpadi lehetőséget az együttesek számára. Úgyhogy azután én úgy gondolom, úgy látom, hogy kisebb-nagyobb hullámzásokkal, de töretlenül fejlődött idáig a dolog. Idáig, ahol most gyakorlatilag az ország színe javait van. Mihály Gábor, az Állami Népi Együttes vezetője és a zsűri elnöke azt mondta, ezek a fesztiválok nagy mértékben járulnak hozzá a néptánc hagyomány megőrzéséhez és az együttesek fejlődéséhez. Nem a verseny a lényeg egy fesztiválon, sőt a néptáncban sem, de hát azért emberek vagyunk, és jó ám az, hogyha meg tudjuk méretni magunkat, és nem csak a saját próbatermünkben vizsgáljuk, hogy jók vagyunk-e vagy nem. Tehát az eligazodás szempontjából egyrészt nagyon fontos, másrészt látják egymást az együttesek, tehát mindenféle kapcsolat épül. Azért ez egy nagy közösség, és ennek a közösségnek a szálait egy ilyen fesztiválon mindig meg lehet erősíteni. A szervező Martina Néptánc Együttes számára kettős a feladat, és mindkettőben magas a mérce, mondta Matukné Kapási Julianna. Mindenkor mutatja ez a fesztivál, hogy milyen lendületben van a mostani néptáncmozgalom. Lendületből nem volt hiány a Martina Együttesi Nívódíjjal, koreográfusi nívódíjjal és Sipos Gergő személyében szólótáncosi nívódíjjal zárta a jubileumi fesztivált.